Na jó, srácok, megint itt vagyunk. Az az igazság, hogy vissza kellett töltenem a játékot, mert sajnálatos módon pont olyan personáim voltak, hogy csak Arzen felhasználásával tudtam újat készíteni. Egyet pedig mindenképpen készíteni kell ezen a helyen most, hogy Igor bemutassa a persona készítés csinyát, binyát. És így Arzent össze kellett fúzióznom egy másikkal. És én ezt nem akartam, úgyhogy Incubus az nincs. Helyette van a Bicorn, ami az a paci. Az a brutál paci. Akkor mondjuk... Akkor Pixie és Arzenből lett Agathion. Ez a vázás manó. Pixie és Jack-o-Lantern lehet az Incubus. Ez nem kell. És Pixie és Bicorn lehet pedig Rimuru Tempest. Jack-o-Lantern és Bicornhez Sakimitama. Ez híres japán folklór név ez a Sakimitama. Lehet, hogy ezt fogom megcsinálni. Ez Bufu, az a jégtámadás. Jókat tud. És milyen jó indulatú kis pofia van. És a Bicorn meg Arzen kombinálásával lehetne Silky. Ez valami jó kis waifu, de nem, Arzent azt megtartom. Nekem ő az alappersonám. Na akkor mondjuk akkor Jack-o-Lantern és Bicorn felhasználásával Sakimitama. És akkor az Agit átrakom. Akkor jég és tűztámadás egyszer. Igen, a persona készítés elég morbidul van bemutatva. Olyan, mint egy kivégzés. Lefejezik őket. És a fejükből áll össze az új persona. I am Sakimitama. Te olyan, mint egy arany vízcsepp. Vagy könycsepp. Yes. És már is új skill tanult. És 7-es szintű, na. Ez akkor jelenleg a legerősebb personám. Az előző részében sokkal családbarátabb volt a persona fúzió. Ott csak ilyen kártyán voltak, aztán egyben fortak. Na. A full arkána szintet lépett. Na és itt vagyunk benne a cellánkban. Mi lehet beszélni Igorral? Most már a Velvet Room is szabaddá vált. És akkor lehet Create New Persona. Register Summon Person. Izanagi? Meg Orpheus? Azt, ez a harmadik rész főhősének a kezdő personája. És Izanagi meg a negyedik rész főhősének a kezdő personája. De jó, ez jó kis easter egg. Ja, meg van más skinben is. Még Orpheusnak is van ilyen bedeszett külseje. Ez meg biztos az a csillagformájú Pokémon. Staryu. Kaguya. Na, Tohóban nem is így néz ki. Ja, de a nyuszi fülek azok ott vannak. Ezek utalnak rá, hogy a Hold hercegnője. Kaguya Picaro. Na, ez is jó. Tsukuyomi. Ez is menő csávó. Ja, nem ez... Ja, tudom ki volt ez a... negyedik rész főgonoszának a personája. A nevét nem mondom el, mert na spoiler lenne.
ha esetleg valaki most játszik a negyedik részre. Thanatos! Ó, ez a harmadik rész legerősebb personája volt. Door of Hades. Ez milyen epik. Sosem sikerült megszereznem a harmadik részben ezt. Asterius. Inny! Mi ez, valami Doom Demo? Itt a Bikorn is, a Brutál Paci. Ilyenem már volt. Ide most már szétcsapni egy kicsit Kamoshida palotájában. Na, valami baj van, csak ott álltál végig. Aha, tehát igen, a többiek nem látták ezt, nem veszik észre a Velvet Roomot. Hát ez egy olyan hely, ahol mindig csak a főhős jut be. Számítunk rád, Joker! Na jó, most már menjünk gyakni. Most már tényleg harcolni akarok, meg se dolgokat pusztítani. Na jó, hol kezdjük? Menjünk a safe roomba, ahol már voltunk. Ez az első emeleten van az épületben. Igen, közel van a bejárathoz, tehát ez egy remek kezdőpont lesz. Safe room. Ja, igen, an még úgyse volt ott. Ó, gyors utazás. A safe roomokba lehet gyors utazni. Na és most már tudunk menni? Most sereglenek utána. Morgannak ilyen rajzfilmes lábai vannak, figyelitek. És akkor így ki tudnék menni, ha akarnék. Ja, igen. A haver, a Phantom Thief-ek sosem mennek be a főajtó. Jaj, majd lopakodni fogok. De még ez veszélyes. Hú, srác, hogy ti aztán tényleg fantom tolvajok vagytok. Hát igen, tanuljál a mestertől, baby. Mehetnék gyors utazással is, de nem, én itt tápolok. Third Eye. Aha, rejtett cuccokat találhatunk a Third Eye-jal. Jó pár ellenfél van amott. Nem baj, lecsapjuk őket, mint vakondot a rotációs kopa. Aha, itt van valami. Devil Fruit, ördög gyümölcs. Na, ez finni lehet. Safe room arra lesz, de először lecsapok pár shadow-ot. Persona. Akkor van most Arzen, Pixi, meg Sakimitama. Ja, de be most nincs semmi. De azért szétcsapjuk. Pusztítjuk Kamoshida kastélyát. Olei helmet. Ez olyan, olyan, mint a Lord helmet. Na jó. Arra lesz, de mi van erre mellettünk? Itt volt korábban a nagy boss harc Kamoshidával. Na, akkor ez is zárva van. Akkor megyünk arra fele, amerre a három ellenség van. Hogy járőröznek a kis genyó manók? Megvan! Ah!
szükséget csettén rá, ücsi ma kré! Vada kizui no akashi o miyo! Doro! Nohori itsuki! Todome da! Kirisama! Persona! Iyo shimete Doro! Ügyes vagy, cica! Ó, milyen szexi állt be Takamaki! Hová lettek? Három is volt ideben, megdöglött az össze. Vagy beparáztak tőlünk. Ja, na ott vannak. Csak hirtelen elbújtak, mert nem olyan kedvük volt. Ó, az ellenség is látszódik. Ez konkrétan semmire se vík. Lehet, hogy az Agira lesz, mert a retyón ülő ördög is. Ördög se bírta a tüzet. Nem vík rá, de hát na. Elkapod valamit a rendtől. Jajjaj. Sebez. Yes. Vatta-vatta! Cugi-cugi! Úgy bír beszélni ez a Morgana, hogy... Teen Clasp! Na jó, innen kiirtottuk a Shadow-okat. Oké. Okay. Itt áll valami őr az ajtóba. Hoppa-hoppa! Nem meglepetés támadás volt, de legalább. Na, megint ezek. Elég a támad. Gyógyíts a rend. Morgana mindig nagyon gratulál nekünk. Akkor most a safe roomba benézünk. Ez volt az első úti célunk. Hé, mi ez a szoba? Igen, a safe room. Igen, ez is az iskola egyik terme, csak változik. Itt a shadow-ok nem találhatnak meg. És akkor mit csinálunk a safe roomban? Hát például elmegyük a játékot. Na, le is dőltek az asztalhoz. De jó. Na, oké, húzzunk, mint a vadlipák. Oké, haladjunk. Vár a meló. Na jó, van. Akkor erre mi nem voltunk. Ez ilyen kajáda hely. Milyen jó kis borok, nyami.
soha nem észrevett. Gyanakszik. Brutál faci. Kértünk ki. Elkapom ezt is. Hogy legyen még egyszer meg. Ez a Persona szerzés, ez zseniális. Bicorn. Legalább meg lesz még egyszer, mert a múltkori fúzióhoz felhasználtam. Na, szerezd meg hát mind! Szerezd meg hát mind! Persona! Na, akkor van ott még egy, ezt még elkapjuk. Hopp, nem, vissza. Fordulj! Na! Mit nézel erre? Oké. Mandragóra. Itt a! Még ilyen nem sincs, majd el kéne kapni egy... Nice job, Panther! Vagy állandóan csak ilyen 10 XP-t kapunk, az elég kevés. Na ki a riasztás is visszament. Oké. Ó, valami van ott, amit nem vettem észre. Fel lehet ott menni. No csak. És ott van fenn egy hordó. Szép nagy húsok sülnek ott, nyami. Ott is van valami? Milyen sok titkot rejt egy helyszín. Oké. Folyosó. Fordulj, hoppa. És most lerohanjuk. Oké, nagyon jók vagyunk. Szépen ritkítjuk Kamoshida őrségét. Ott van valami. Meg amott is. Lifestone, na, az mindig jó, jön. Itt egy labda volt. Onyx. Az jó Pokémon volt. Csiga lépcső, na csak. A God of War-ba, de szerettem azokat. Holy Helmet. Elég romos. Kamoshida nem tartja jó karban a kastélyát. Milyen király az ilyen. Na, ez már egy ilyen jobb. Ez már egy ilyen burzsújabb emeletnek tűnik. Már itt nem lehet tovább menni. De milyen szép, képek is vannak. Ott is van egy.
Igen, ambusoljuk meg hátulról. Jó, igen, el lehet bújni a szófák mögé. Ez nagyon coolan hangzik. Ez nem egy film. Igen, próbáld ki, Joker. Akkor így lehet elbújni a tárgyak mögé. És szépen oda kommandózni az ellenséghez. Ja, és lehet így lesből ambusolni is az ellenséget. Hide. Anytime, just watch. És meglepetés. Ez tök jó. Na, azok a kis... Ilyet tudtam volna csinálni Igornál. Akkor mondjuk Garu. Allow that egg. Na ez jól összejött. Ó, az igen! Azt a cicumit nézzétek. És úgy ült be, mint valami James Bondos főgonosz. Rúzsi szintet lépett. Hoppa. És a többiek ilyenkor hol vannak? Nem látszódnak. Kommandózunk. Jó, na, vissza oda. Mindjárt meglepjük. De jó volt az a pakodó farcrendszer. Gloomy. Nézzük a Zio-t, hogy bírja. Akkor Zio-ra bírjuk. Akkor ezt megszerezzük. Vagy nem. Aztán már kinyírja. The New York Power. Na, most már megírt az esze. Silky. Az én true nevem. Újabb persona. Ez egy labda, amit szétcsapunk. Yes. Azért jó, hogy vannak ilyen gyűjtögetni valók. Ó, még burzsújabb hely. Látszik, hogy haladunk a kastélyba. A másikat is meghúzni. No, ennyi. Megy ez, mint az ágyban alvás. Ennél nehezebb puzzle mané is legyen. Kastély térképe. What the hell? Ez egy régi térkép. Reménykedtek, hogy hát ez lesz a kincs. Na, így legalább tudunk tájékozódni. Látjuk, mi merre van. És akkor be fogunk jutni ott a fő helyre. Aha, oké, szépen haladunk. Gyere a papához. Showtime-ot mutasd.
Egész szépen hitkítjuk így őket. Jó, csak egy bükó van. Két vágás. Szépen haladunk. Fogynak Kamoshida emberei. És N szintet lépett. Addig a genyó tanárig meg se állunk. Stílusos győzelem, azt mondja Morgannak. Tök jó, hogy állandóan így beszél, hogy most is, hogy ellenség van előttünk, figyeljetek. Oly, ez is kinézett ott. Gyerekjáték így. Ja, az jó, pont a Strength neki. Ó, mert kritikál volt. És most all out tette. Fényé veri. Ó, és megint ő áll be. Kemény egy cica. Oké. Tök jó a dizájnja a pályának, amúgy. Tényleg ez már egy ilyen jó bemeletje a palotának. Na és akkor ott lesz a központi terem, csak gondolom fentebb vagyunk. Mi az a izzó ellenfél? Talán valami mid boss? Minden esetre itt van valami cucc. Most fent fogunk settenkedni akkor. De jó, ki van ezt találva. Merre menjek vajon? Hát akkor gondolom erre. Hol settenkedik a csapat? Tényleg vérbeli fantom tífek. Ezt meg lehet húzni? Nem, átugrunk erre. Úha! Tényleg ilyen jó kis lopakodó szekvenszek vannak a játékban. Ez is újítás az eddig részekhez képest. Mi az? Kigyulladt Morgan. Ez egy aljas hátba támadás volt. Oké, na jó, nem veszítsük el a lélek jelenlétünket. Fog mindjárt meghalni. Na nagyon rúgyit. Júj! Valamit itt kezdeni kell, item. Kapj egy medicin labdát. Morgának. De még mindig ég. Ki most ki van? Nagyon adjunk nekik, ez egy elég nehéz szituáció, de... Na jó, vagyunk. Ki van? Hopp, nézzük a Zio. Zio ellen mit tudnak ezek? Mi
Na jó, nézzünk egy szakértőt. Nem magát gyógyítsa. Lehet, hogy pattog Morgana, még biztos most is él. Jó, ez a kemény helyzet volt, azért nagyon megleptek minket. Fel kell rá készülni, hogy bármikor jött egy ilyen meglepetés támadás. Na, hát átértünk végig is. Többé-kevésbé. Majdnem ott hagytuk a fogunkat, de hát na. Egy új safe room, amúgy mondta Morgana is. De ezt még megszerezzük. Treasure. Zárva. Ó, de van a lockpick. Akkor felhasználjuk, amiket kraftoltunk. Jó ilyen ruha. Azt még ott kinyitom, aztán húzok be a safe roomba. Akkor majd a Left 4 Dead óta nem örültem ennyire safe roomnak. Na, szuper, ezt használhatjuk, ezt a safe roomot is. Central Hall második emelet. Na jó, akkor itt mentünk egyet. Na jó, haladjunk. Alright, let's do this. Na jó, meg kell találni azt a kincset, vagy mi. Ebben a teremben minden meg lehetünk, úgyhogy going a következő vörös zónába. Vannak itt is shadow-ok. Nem rohanhatunk vakon előre harcolni. Megfontoltan kell cselekedni. Enemy strength. Aha, megnézhetjük, hogy az ellenség mennyire erős. Na, akkor most már nem csak ilyen szabvány ellenfelek jönnek majd, amik gyengék, hanem erősebbek is. A kék a gyengébb, a sárga az ilyen átlagos, a vörös pedig a erős. Mi az? Hogy oda pattan már Ann? Figyeltét? Na, ez meglepte. Asztal! Mud Marsh Horse. Na, ez brutál paci. Már az előző a Bitcoin is brutál paci, de ez még brutkóbb. Na, szerintem a Garu nem jó rá. Támad. Na, a tűz az jó lesz rá szerintem. Hát nem, még ha nem is víg, de... Hogy beszél már? Ez nagyon tetszik ez az újdonság, hogy beszélnek a shadow-ok. Jobb ellenfélé teszi őket.
Bálint, ne lőj! Állapodjunk meg! Hát beszélj! Megszerezlek! Te let's talk! Ja, igazad van, nem érdekel, hogy te nem vagy állat. De hát igazad van. Szuper, ha ezt realizáltad, akkor azt a fegyvert tedd már le. Ez jó. Csak beszéljünk, csak legyünk világosak. Ha le is győzöl engem, egy másik assassin fog célpontjának kipécézni. Csak élvezd a győzelmedet, ameddig tudod. Nem lesz hosszú. Mindig győzök. Le vagyok nyűgözve. Na és igen, már emlékszik is. Én nem vagyok Shadow. Kelpi! Lett egy Kelpi. Egy újabb a gyűjteményembe. Hoppá, valakit ki kell dobni. Akkor Pixi. Ő nem kell. Na akkor nem lehet akármennyi nálunk. Jó, vigyázz, Joker! Ezt elkapjuk. Gyere! Oh, ez is van menő cuccnak tűnik. Ó, királyú néz ki. Brutál cavalry man. Nézzük, hogy a karóhoz mit szól. Az agihoz mit szól. Az resist. Nézzük, az eihához mit szól. És az marad a zió. Mi a túró? Hoppa. Úgy értem, hoppa. Hát ez biztosan egy red shadow volt, csak nem néztem meg. Na. Game over. Szóval game over. Nem tudom, kudaranú makuhire de atta mono jo. Milyen ostoba vég. Na mindegy, itt vagyunk akkor a safe roomba. Ez konkrétan egy csapással megölt minket az az ellenfél. Tehát kell valami terv. Nekinek a brutál pocik. Ó, oh, kitért előre. Nem tudom, hogy ne. Ninja emberek. Na most nem szereztük meg. Hát ezek honnan bukkantak elő. Oké, ez semmire se vík. Beállt. Jó, kemény egy harc ez. Tehát már fejlődni kéne. N van lesérülve, nagyon. Hát de én is, inkább magamat. Ha nekem annyi, akkor vége a játéknak. Luigi megalszik, húzza a lóbőt.
csinálja, felébresztik Rouge-t. Yes! Dormina! Visszaaltatja! Öcsém, húzza a lóbört az egész játék alatt. Na kezd, Vig! Button pass! Nézzük ezt a button pass-t! Ó, az igen! Facsizott neki! Mindjárt megdöglünk, és még a nagy lovakig el se jutottunk. Rouge meghúzza a lóbert. Nézzét gyógyítjuk Ant, úgyis bele van esve a cicumi. Ah, taszkapta! Ja, van is, hogy is tud diázni. Jó, hol van két gyógyító is a csapatban. Most már színra is elfel, amit begyógyított. Rouge alszik továbbra is. Na végre. Hú, ez kemény harcol. 32 hisztél legalább. Akkor a következő ellenfél lesz az a brutál lovag. Én most visszaszaladok menteni.